Nagyjából az indulásunk pillanatában jöttem rá, hogy nem vettem fel ehhez a videóhoz beköszönést, úgyhogy sziasztok! A következő pár percben azt fogjátok látni, hogy mit csináltunk Brüsszelben, ahová egy kicsit hamarabb érkeztünk, mint hogy a pecsekkolás megkezdődött volna, úgyhogy az egész brüzsi kalandunkat egy jó 50 perces várakozással töltöttük, viszont ezek után sikeresen bejutottunk a lakásba, úgyhogy folytatódjon innen a videó. Tehát, ha bejövünk, itt van egy ilyen elválasztó fal, és ez a lámpa lesz szerintem a kedvenc dolgom az egész helyen, de egyből az ágyhoz érkezünk. Pont ilyen színű nappalin gondolkodunk mi is, úgyhogy itt szokhatjuk ezt a színt. Nyilván a kilátást azt amúgy is látjátok majd. Az egyetlen problémám vele, hogy valószínűleg nagyon hangos lesz. Hogy kell ide? Ja igen, most látom én is először ezt a helyet, szóval... Elég jól felszerelt. Ó, wow! És ez itt a fürdő. Jó meleg van. Igen, és jó nagy, tágas, modern, óriási törölköző szárítóval. Rajtam van még a korona. Itt vannak dolgok. Hajszárító például. Ah, oh, jó. Hú. Jó, oké, megnyugodtam, van hajszárító is. Ó, itt a hűtő. Megtaláltam. Be van építve. Jó, és akkor mi van arra? Pici. Nice. Mondjuk... Fúj. Mi? Fúj. Szopa. Fúj, 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 fúj. Mi a f***? Ez micsoda? Na, hát nem tudjuk megállapítani, hogy mi volt a WC-ben, vagy mi van a WC-ben. Mert hogy nincsen szaga egyébként, szerencsére, meg nincs rá dobva WC-papír, meg semmi ilyesmi. Szóval lehet, hogy csak takarító víz, de nem tudom, hogy mitől lenne ilyen undorító, vagy hogy kihányt volna bele a WC-nkbe, mert még arra tudok tippelni, de annak is lenne szaga. Na mindegy. Szóval, most azért állok itt a sarokban ilyen fura pózban, mert bedugtam a telefonomat. Egyébként tök jó a lakás, meg minden, bár azzal egyáltalán nem vagyok kibékülve, hogy van egy ajtó, amihez nekünk nincsen kulcsunk, szóval fogalmunk sincs, hogy egy másik bejáraton esetleg valaki, aki kulcssal rendelkezik, az át tud-e menni rajta, és be tud-e jönni ide. Szóval ez szerintem eléggé bosszantó, nem szeretem az ilyesmit. Úgyhogy oda éjszakára mindenképpen fogok majd rakni valami elővigyázatossági, biztonsági dolgot. Most az már más kérdés, hogyha nem vagyunk itthon, és itthon hagyjuk az értékeinket, akkor ez így mennyire megbízható, de mindegy, szeretném remélni a legjobbakat, viszont fogalmam sincs, hogy a WC-vel mit fogunk kezdeni, mert írtam Airbnb-n a kiadónak, ami sajnos nem egy magánszemély, és most bocsánat, hogy letolom ezt a rendet, nem tudom, hogy hány embert érdekel, de nagyon utálom, amikor valaki úgy adja ki magát Airbnb-n, hogy egy magánszemély, és közben kiderül, hogy egy cég. Ez a cég például átvezetett Airbnb-ről egy másik oldalra, hogy kitöltsem az adataimmal, amivel nagyon-nagyon nem vagyok kibékülve, mert az Airbnb mint felület azért van, hogy biztosítsa azt a lehetőséget, hogy ha bármi félremegy, akkor Airbnb-n keresztül kommunikáltam, tehát ő mint mediátor, vagy mint középső fél ott van, és nem csak, nyilván nem csak a vitákat segít elsimítani, hanem hogyha mondjuk pénzbeli dolog történik, akkor ő tud segíteni, visszautaltatni, meg ilyenek. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyelőre ez így nagyon nem okés, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni a WC-vel, és hogy mennyire segítőkészek ezzel kapcsolatban, ugyanis péntek délután van, mindjárt péntek este. Szóval remélem, hogy nem leszünk itt, nem tudom, 3 napig egy eldugult WC-vel, és nem kell majd valami szomszédos, nem tudom, étterembe járni, pisilni, szóval, hát ez mindjárt kiderül. Update! Küldenek valakit, az Airbnb-sek, és elvileg 30 percen belül itt lesz, bent hagyjuk a kulcsot a zárban, az ilyen számzárban, és elviszük magunkkal az értékeinket, mert azért ezt nem kockáztatjuk meg. Hogyha nem sikerül megcsinálniuk, akkor elszállásolnak minket máshol, ami amúgy lehet, hogy abból a szempontból jó lenne, hogy jobb helyre kerülnénk, mert ez volt a legolcsóbb szállás, szóval ennél csak drágább lehet.
És hát, hogyha nincs ott egy ilyen ajtó, igen, de vagy ilyesmi. Az elszállásás már van, hogy napot és fújuknak van pont egy kecója valahol. Valakinek a szobájába beraknak. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy addig elmegyünk kajálni, és soha egy olyan helyet nézett ki, ami inkább bár. Szóval lehet, hogy egyből le is iszom magam, nem viccelek. Szóval, hogy egyből belga söröket tudok majd kipróbálni. Soha annyira nem szereti a sört, ezért beszélek csak a saját nevemben. És elviszük a The Mind-ot, ami egy ilyen kártyajáték, és akkor szerintem játszunk azzal. Úgyhogy hozz a kulcsot, please, ide add le, kérlek. Nagyon furcsa kulcsunk van egyébként, nézzétek. Így néz ki, és így le lehet hajtani, nem tudom miért. Úgyhogy ezt most berakjuk a zárba, elhúzunk, és nagyon-nagyon reméljük, hogy valami érdemben fog történni. Meg is érkeztünk. Mit mondtál? Ugye nem értem az annyi jeles a színéből kiindulva, de... Pedig egy bárban mit várna az ember, ugye? Jaj, oda nézzetek a Soma felelős reggeliért. Amíg én készülődtem, addig elment boltba. És croissant szendvicset vett. Mármint egy croissant és szendvicset csinált belőle. Örökre? Elindultunk otthonról, és egy picit ugyan esik az eső, de egyrészt van ernyünk, másrészt annyira nem zavaró. Képzeljétek el, hogy mára lefoglaltunk Airbnb-n keresztül egy városnézést. Az egyetlen érdekes dolog benne, hogy borravaló alapon működik a fizetés. Úgyhogy majd megnézzük, hogy átlagosan mennyit szoktak az emberek fizetni ilyesmiért. Nem akarunk túl keveset adni. De nyilván azért túl sokat sem. Szóval újra végig sétáltunk az utcánkon, ami egyszerűen gyönyörű. Minden ház egy külön tanulmány, főleg, hogy még nappal meg este is van köztük különbség, amit önmagukhoz képest. Szóval nagyon-nagyon tetszik. Az első megállónk Bruges híres tornya volt, aminek a teteje többször leégett, mivel újra és újra fából húzták fel rá. Aztán inkább csak leszették, és most így néz ki. Szerdánként és hétvégén zenél, ráadásul egy húsvér ember játszik oda benne a harangokon, és manapság már egészen modern zenék is felcsendülnek a történelmi épületben, mint például Abba vagy Avicii számok. Ezután voltunk még csokiboltban, Waffelesnél, és a főbb múzeumokat, köztereket is érintettük. Ha valaki nem lusta utánolvasni a városnak, ahova ellátogat, és a főbb múzeumokat is megnézi, akkor ez a kirándulás nem sokat ad hozzá az utazás élményéhez, de azért nem bántuk meg, hogy részt vettünk rajta. Vége a túránknak, ami a Sörmúzeumban fejeződött be, és igazából nagyon átfajtunk, de éhesek is vagyunk, úgyhogy keresünk magunknak valami kaját, és utána valamelyik múzeumot fogjuk megnézni, hogy átmelegedjünk egy kicsit. Mármint, hogy amúgy is ez lett volna a terv, de vagy hazamegyünk átmelegedni, vagy aktívan töltjük a napot, és inkább az utolsóra szavazok, úgyhogy múzeumozás. Beültünk a legturista csapdásabb környéken, a legkevésbé bizalomgerjesztő étterembe. Itt ülünk mindennek a közepén, ezen a főtéren, ami egyébként gyönyörű, meg tök egyedül vagyunk ezen a helyen jelenleg. Ami teljesen szürreális, mert idefent egy ilyen régies, fehérabroszos enteriőr van. Jó, nincsenek terítők, de értitek, mire célzok. És ilyen kaját árulnak. De nagyon átfagytunk, úgyhogy... Hát ezt kicsit megtapizták kézzel, meg ilyenek, de amúgy... Olcsó volt, meg tiszta helyen csinálták, úgyhogy ennek igen, nem lehet. Igen, relatíve olcsó a környékhez képest. Na, együnk. A belgák híresek ezekről a mindenféle olajban kisütött dolgokról, meg a sült krumpliukról, bár azt hiszem nem ez az a sült krumpli, amit ez alatt értenek, de egy ilyen megamixet kértem, amiben többféle ilyen falatka van, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy melyik milyen. Beszereztük a desszertet is, azon a helyen, ahol ajánlott a túravezetőnk. Kétféle belga gofri van. Az egyik a Liège, amit mi eszünk, és ez ilyen nem palacsinta tésztaszerű, hanem sokkal tömörebb tésztából készül. Ezeket konkrétan ilyen golyóvá lehet formázni, és csak berakni a sütőbe, és cukor borítja a külsejét, szóval így rákaramellizálódik a külsejére. Igen? Mm.
a cukor, és belül pedig puha, és van a brüsszeli belga gofri, az pedig az a kicsit sűrű palacsinta tésztaszerű tésztából készülő, négyzetes alakú, és nem annyira édes, és hogy mondják ezt? Fluffy. Olyan könnyed állagú fajta. Szóval mi most a liest kóstoljuk meg, és képzeljétek el, hogy a gofris, akinél vettük, egy olyan gofri masinát használ, egy olyan gofri sütőt, ami 3500 euró. Szóval a gofri sütők Rolls Royce-a. Ott abban a kis sikátorban már kétszer is átmentünk, átjöttünk, az előbb is, amikor a gofrit ettük, ott voltunk. Az az érdekessége, hogy azért ez a neve, hogy Vaxamár utca, vagy Vaxamár utcája, vagy valami hasonló, magyarul nem tudom pontosan, de azért ez a neve, mert amikor Brüst megtámadták a genti katonák, akkor bevették a várost, és el akarták lopni az arany sárkányt, ami ott a katedrálisnak a tetején díszelgett. És le is szedték, aztán rájöttek, hogy nem tudják elszállítani, úgyhogy fogtak egy szamarat, egy brűzsi szamarat, és utána kötötték az aranysárkányt, a szamár azonban megtorpant itt a városkapunál, a Vaxamár, az akkor még nem Vaxamár utcában, és egyébként eléggé bajós ez a név, és valóban nem szép a történet. Szóval, mivel a szamár megtorpant, mert hogy sosem volt még brűzsön kívül az életében, ezért megpróbálták mindenféle módszerekkel elindítani. Megverték, megpróbálták répával kicsalogatni, nem működött semmi, úgyhogy úgy gondolták, hogy fogják, és egy égő gyertyával megvakítják, hogy ne lássa, hogy hol van, és ezáltal elhagyja a várost. Úgyhogy végül sikeres volt a tervük a gentieknek, elvitték az aranysárkányt, azóta is ott van a genti, nem is tudom milyen templom az, annak a tornyán. Neki is van egy ilyen várostornyuk, mint itt nekik is. Ja. Szóval azóta is ott van Gentben, és egyébként még egy ilyen sörmárka is létezik, hogy aranysárkány, ami nem brüzsi. Másik dolog, amiről Brüzs híres, és én egyébként erről egyáltalán nem tudtam, de most megtudtuk, azok a hattyúk. Ma viszont egyetlen hattyút sem látunk, és nem is fogunk látni. Kizárólag sirályokkal van tele a város. Azért, mert éppen nem csak koronavírus dúl az emberek között, de madárinfluenza is a madarak között. Úgyhogy befogták őket, és egy biztonságos helyre, egy farmra terelték őket, és vagy hát vitték őket, és így próbálják megakadályozni, hogy esetleg komolyabb kár essen a populációban. Bár gyanús, hogy amikor meghal valaki, akkor is azt mondják, hogy távoli farmra viszik. Egy farmra viszik, és nagyon boldog lesz. Lehet, hogy a várfizetés a bűzsieknek így mondtuk, hogy lemészállták az összes kapcsolatot. Tökre nem ebbe a múzeumba indultunk, de időközben megakadt rajta a szemünk. Ez a Gröningen múzeum, azt hiszem, hogy valami ilyesmi a neve. És van egy érdekesnek tűnő kiállítás egy kortárs művésztől, úgyhogy megnézzük, hogy mizu erre. Nagyon érdekes a bejárata, már egy ideje jövünk. Végül is megtaláltuk a bejáratot, és ez a múzeum tetszett legjobban mindkettőnknek. A kortárs művész Strók kiállítása 3 helyszínen zajlik, ez az egyik, a Kórház Múzeum emelete a második, és a Mi asszonyunk templom a harmadik. Itt az állandó kiállítás darabjai közé beszúrva lehetett látni a brüzsi hulladékfából készített szobrokat, amelyekkel az idő fogalmát igyekezett megragadni és körbejárni. Az állandó kiállításon flamand és belga művészek 6 századot felölelő munkáit lehet megtekinteni. A múzeum tartalma a jó értelemben rövid, éppen befogadható volt. Nagyon tetszett nekünk a múzeum, és úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a múzeumozást, és visszatértünk a Sörmúzeumba, ahol az előbbi túránk befejeződött. Még pont lehet jegyet venni 5 óráig. Na, a Sörmúzeum ötlete nem volt rossz, a kivitelezés viszont nem volt a kedvencünk. Átfogó képet ad a sörkészítés és sörfogyasztás alapjairól, sok érdekességgel kiegészítve, azonban a kiállítás nagy része digitális. A bejáratnál mindenki kap egy tabletet, amivel a múzeum szinte összes tárgyát be lehet szkennelni, így lehet olvasni vagy hallgatni az információkat. A terek így elég üresek voltak, és az is nagyon furcsa volt, hogy minden látogató tök némán, fejhallgatóban járkál fel alá. A legérdekesebb talán a képernyő volt a legvégén, ahol a világ különböző országainak sörreklámaiból lehetett válogatni. A múzeum legvége a bár, és mivel én kóstolójegyet választottam,
ezért három ilyen kis tokenem van, jaj, bocsánat, három ilyen kis tokenem van, amiért egy-egy sört lehet kapni, és az első sör, amit kiválasztottam, az a Steam Brügge Double Brown. Ez itt a Rodenbach Grand Cru, ami itt látható, és pirosas-barnás színe van, szerintem ez átjön. Szóval lényegében nagyon tölgyes az íze, ami pontosan nem tudom, hogy mit jelent, mert ennyire nem vagyok jó sörkóstoló. Viszont azt írja itt a végén, hogy nagyon savanyú sör, és halljátok, tényleg nagyon savanyú sör. Bár hogyha a habot lenyalja az ember a szájáról, akkor olyan, mintha konkrétan citromlé lenne a sörben. Ami még nem tudom, hogy jó-e, de érdekes minden esetre. Nagyon sötét van és semmi nem látszik, de gyorsan elmondom, hogy mit csinálunk, mert nagyon esik az eső és le fog merülni a telefonom. Szóval beültünk egy ilyen kisé turista csapdának tűnő helyre, és egyébként teljesen átlagos kaját kaptunk, meg teljesen átlagos volt az egész, úgyhogy nem bántunk meg, mert már akkor nagyon esett és fújt a szél, amikor azt a helyet kerestük, és éhesek is voltunk. Szóval muszáj volt beülni, megmelegedni, és most pedig az utolsó mai programunkra megyünk, mert ez a valamilyen fényjáték-szerűség, amit most meg fogunk nézni, az az utolsó nap van. Mármint, hogy a mai napja az utolsó nap. Nem egy tudok karácsonyi produkció, és hamar az utolsó nap, illetve szeretik az egészet. Igen, nem tudok eszületlen fogalmazni, de ez a lényeg. Egy-két állomását már láttuk egyébként napközben. Úristen, megint rákezdett! Szóval egy-két állomását már láttuk napközben, és Soma azt mondta, hogy mindenképpen nézzük meg, hogy jó-e, mert hiszen ma van az utolsó nap. Úgyhogy, ha tetszik, akkor lehet, hogy egy darabig sétálgatunk ezen az úton, mert egy ilyen kijelölt útszakaszon, egészen hosszan, igen, 3 kilométeren keresztül látni ezeket a fényeket. Hát mindjárt meglátjuk, hogy ezt hogy kell elképzelni, mert én még nem is tudom. És hogyha meg nem jó, akkor visszaszaladunk a házba, mert hát egy utcára vagyunk az Airbnb. Ezen látszik, hogy hol vannak ilyen pontok. Itt vagyunk, most kicsit vissza kell sétálni, itt kezdődik a kör. Jó, nézzük meg. Itt Bruges híres kanálisát szerették volna reflektorfénybe helyezni a szószoros értelmében. És nagyon jól néz ki, mert előtte van ez a kerítés, és ezért így tisztára mozog, hogyha mi is mozgunk. Szóval ez jól néz ki. És van még egy ilyen itt a szemben lévő oldalon is, ahol elfolyik a kanál is. Itt a szobrokra vetített színeket egy költeménnyel vegyítették egy verssel, amit felolvasnak itt hangosan, viszont hát hollandul van, úgyhogy sajnos ezt annyira nem tudjuk értékelni. És nem tudom, látjátok-e, hogy mennyire szakad az eső? Nagyon. Egészen eddig a hűtőnkben volt a Galette de Roa, mert nem akartuk kidobni, viszont most már biztos nem fog elfogyni, mert három napos, ugye, vagy négy. Uh-huh. Szóval, ja, rájöttünk, hogy egyikünknek sem ízlik annyira, úgyhogy arra gondoltam, hogy tetőtől a talpig átnézem, hogy biztos nincs-e benne. És benne van! Ha valakinek fogalma sincs, hogy miről beszélek, akkor nézze meg az előző, a luxemburgi videónkat. De azt hiszem, hogy akkor én vagyok a királynő. Igen, ez egy kis kerámia. Kis ilyen csempeszerű picike mozaik. Ó, akkor ezért nem találtuk, mert ez átbasszós, mert ez így belelapul. Én meg vénnyomogattam, hogy valamilyen figuraszerű van-e benne. Igen. És az van rá, hogy trobbom. És egy kis fiú eszik egy. Vagy kis lánytak mindegy. És itt. Hiti a szerencsés egész évbe. Csodálatos időnk van, a mögöttünk lévő térről eltűnt a vásár, ami eddig itt volt, valószínűleg azért, mert így vízkereszt után onnan beszednek minden ilyen téli karácsonyi programot. És az első állomásunk az egy kávézó lesz, amit nem néztünk ki konkrétan, úgyhogy csak sétálunk itt egy ilyen vásárlós boltos főutcán, és reménykedünk, hogy szembe jön valami, és akkor majd tiszta fejjel átgondoljuk, vagy legalábbis én, hogy mit csináljunk ma. Pont ilyet szerettünk volna az előszobánkba.
Na csak megtaláltam az új hullámos kávézómat, sajnos most nincsen nálam termosz, úgyhogy kaptam ilyen elviteles poharat, de képzeljétek, hogy teljesen papír és nagyon szép. Illetve kaptam ajándékba egy vegán sütikét. Ott van. Brownie. Brownie-szerűség, igen, ez pedig cappuccino zabtejjel. Az az igazság, hogy teljesen hozzászoktam, hogy most már nem csak Európában, de még Amerikában, meg Ázsiában is tökre elterjedtek az ilyen új hullámos kávézók, ahol általában az én ízlésemnek megfelelő a kávé, meg ilyen ehhez hasonló sütik vannak, mint ez a kis vegán cucc. És egészen meglepett, hogy itt Brüsszelben eddig nem is találkoztunk nagyon olyannal, ami ilyen jellegű volt, vagy ami hajazott erre, az meg full csurig tele volt emberekkel. Szóval örülök, hogy ezt megtaláltuk, és tök üres volt. Úgyhogy valószínűleg új lehet, vagy csak nem annyira népszerű egyelőre még, mint a többi, pedig nagyon-nagyon szép volt belülről. Ezután végig sétáltunk a belváros szélén lévő kanális mentén, hogy megnézzük az ott lévő szélmalmokat. Ezek közül van, amelyik múzeumként működik, van, amelyik a mai napig őrül a gabonát, és van, amelyik csak dekorációként van itt. Ezután egy újabb, elég középszerű helyen ebédeltünk. Sajnos ebben Brüzs nem volt túlságosan erős, vagy csak nem voltunk ott elég ideig. Az éttermek nagy része turista csapdának néz ki, a TripAdvisor és Google értékeléseik nagyon rosszak, a nyitvatartásuk kiszámíthatatlan, teljesen mást ír a Google, megint mást a kirakat, és tök más történik a valóságban, sok helyen pedig jó előre foglalni kell, ráadásul minden eléggé drága. Ebéd után a kórházmúzeumban folytattuk a napot, ami az egyik legrégebbi kórházépület Európában. Megnéztük a kórházmúzeumot, és kicsit csalódottak vagyunk őszintén szólva. Tudják, hogy szóval... bereklámozva. Igen, bereklámozta tegnap a városnézésen az idegenvezetőnk. Szóval az az igazság, hogy ez teljesen érthető, hogy a középkorban nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt a vallás, az egyház és a gyógyítás, meg a kórházak, de itt túlságosan az előbbire helyeződött a hangsúly, és volt egy-két ilyen részlet, ami az eléggé groteszk és morbid korabeli gyógymódokhoz kapcsolódott, tehát igazából ami ez volt, az gyakorlatilag egy-két eszköz. Igen. És azokhoz egy-két leírás. De semmi más, semmi bővebb információ, semmi színes, szagos, kicsit kézzelfoghatóbb dolog, rengeteg-rengeteg festmény, ó, egyébként pont a kedvenc környékemen vagyunk. Apácákról, a halálos ágyukon. Szóval kicsit csalódás volt, viszont most megnézzük a... ha már ennyire vallásos témában vagyunk, akkor most megnézzük az Our Lady. Hogy van magyarul? Szűz Mária templom. Nem tudom pontosan, hogy hogy van magyarul, de majd úgy is kiírom. És azért érdekel kifejezetten, mert itt van egy Michelangelo szobor, aminek nagyon vicces a története. Ami meg végképp fontos információ, hogy eléggé drágák itt a múzeumok. És lehet venni ilyen különböző díleket, hogyha több helyre is be akarsz menni, de így összességében amúgy sok pénzt el lehet rá szórni. És nem mindegyiknél éri meg annyira, úgy érzem. Megmondom őszintén, a templom nekünk már kimaxolta az egy nap alatt befogadható keresztre feszített Jézus ábrázolások számát, úgyhogy ezután csak sétáltunk egyet a gyönyörű naplementében, és persze ettünk egy gofrit. Én most a brüsszeli változatot kóstoltam meg belga csokoládéval. Kora este elmentünk bevásárolni. Ez a program nagyon-nagyon bánom, hogy kimaradt Luxemburgban, mert imádom felfedezni a külföldi élelmiszerüzletek újdonságait. Később otthon vacsoráztunk és befejeztük a Downton Abbey sorozatot, ugyanis az In Bruges-t már előző este megnéztük. Nem tudom ezen a helyen miért vagyok ilyen szívbajos, de úgy hagyjuk itt a lakást, illetve úgy alszunk éjszaka, hogy ezeket a bögréket lerakjuk az olyan ajtók mögé, amik mögül bejöhet valaki. És Soma először kiröhögött, hogy ez mekkora hülyeség, mert a TikTokos trükk az úgy volt, hogy a kilincsre raksz egy üvegpoharat, és hogyha valaki lenyomja, akkor ugye leesik. És éjszaka felébredsz rá, hogyha valaki be akarna jönni. De én nem akartam kockáztatni, hogy széttörünk itt valamit, és ezt nézzétek, hogy ennek a módszernek milyen a hangja. Szóval szerintem ezt kb. Bárki meghallja, a szívrohamot kap tőle, úgyhogy... Reméljük, hogy egy ijedős betörőnél ez hatékony módszer lenne.
nem derült is soha. Igen. Elbúcsúzás, tök vicces, mert ugye most vettem fel a beköszönést, de közben elbúcsúzunk a lakástól, szép rendet hagyunk itt, elmosogattunk meg minden, és indulunk az állomásra, ami ilyen 8-10 perc gyalog. Ez a járda nem annyira alkalmas a bőröndök húzására. De mekkora szerencsénk volt. Azt akarom pont. Nem tudom, feltűnt-e a vasútállomásos vágóképeknek a hiánya, de ez azért volt így, mert kinéztük a vonatokat, mondtuk magunkban, hogy óránként mennek, akkor baj nem lehet. 10-kor kell kicsekkolnunk, úgyhogy a 10-25-ös az korai lenne, mert még megkávézunk itt, meg minden, majd elérjük a 11-25-öset, úgyse sietünk sehova. Beérzünk az állomásra, ki van írva, hogy a 11-25-ös az ma nem közlekedik, nem tudjuk, hogy miért, vagy mi történt vele. Viszont a 10-25-ös meg késik 7 percet, úgyhogy 10-28-kor megláttam a jegyeket, és ide futottunk a peronra, a 7-es vágányról indul, és elkaptuk. Úgyhogy most már ülünk fel rajta, és még mindig áll, úgyhogy reméljük, hogy... Vagy hát amúgy nem tudom, hogy ez a 7-es az 7 perc késés jelentette. De a lényeg az, hogy 8 percet késik, akkor mindjárt indulunk. És legközelebb már a következő állomásunkon találkozunk, vagyis Antwerpenben. Remélem, hogy ott is velünk tartotok, addig is sziasztok!